Dana-Győri telephelye ma már 4 járegységből áll. Főleg hajtásláncokon, elektromos hajtásláncokon és akkumulátor hűtőrendszereken dolgoznak. A cég az elmúlt 3 évben nagyon jelentős beruházásokat és innovatív technológiát bevezetését hajtotta végre. Ennek köszönhetően munkatársi létszámokat megkétszerezték, és a tavalyi évben bekerültek Magyarország 150 legnagyobb árbevételű vállalata közé. I do think here. Hungary, the key element of success is our people. Úgy gondolom, hogy a Dana Hungary sikere egyértelműen az itt dolgozók érdeme. Emellett nagyon fontos az együttműködés a különböző telephelyek között. Munkatársaink tehetséges, elhivatott emberek, a tapasztaltabb kollégák mellett pedig a fiatal, tehetséges mérnökök is lehetőséget kapnak nálunk. Ez segíti az ösztöndíj programunk is, hogy minél jobban be tudjanak illeszkedni hozzánk. Amikor egy új feladatra keresünk valakit, akkor először mindig a saját kollégáink közül nézünk körül, és támogatjuk, hogy a munkatársaink folyamatosan feljebb és feljebb lépjenek. A cég sikerének egyik titka, hogy jól reagál a változásokra. A koronavírus járvány első szakaszában, ahogy mindenki, ők is értékelték a helyzetet. Hol kell visszavenni a termelést és hol lehet bővíteni? Ennek a rugalmasságnak köszönhetően ma már ott tartanak, hogy teljes kapacitással dolgoznak. Dana is growing in Hungary. A Dana Magyarországon folyamatosan növekszik. 7 évvel ezelőtt, amikor még idejöttem, Olaszországból és Németországból is jöttek mérnökök segíteni, de ma már ott tartunk, hogy innen mennek a magyar kollégák külföldre, hogy ők támogassák más gyárak működését. Mára mi lettünk az elektronikusák központja, a gyártásunk nagy része már ehhez a technológiához kapcsolódik, és ennek köszönhetően már a Danán belül is egyre kiemeltebb helyen vagyunk. A Dana büszke arra, hogy világelső a járműipari erőátvételi rendszerek és energiamenedzsment területén, és a kezdetektől úttörő szerepet vállalnak az alternatív meghajtású gépjárművek fejlesztésében is.